merülnek fel. Fülöp Sándor és Kálai Ernő biztos urak kiválóan értékelték és ecsetelték azt, hogy ez a törvény, az előttünk lévő törvénymódosítás, törvényjavaslat, bocsánat, az hol sérti az alaptörvényben elfogadottakat. Ezt és sok képviselőtársam is ezt megtette, úgyhogy ezt nem elemezném. De tegyük fel a kérdést, hogy tehát akkor miért is van szükség egy önálló jogkörrel rendelkező ombudsmanra, jövő nemzedék ombudsmanra és a kisebbségi ombudsmanra. Ugye számomra egyik meghatározó pedagógusom, gyermekkorom, ifjúkorom egyik pedagógusának a hatására egyik legfontosabb erkölcsi parancs, intelem számomra az, hogy védd az elesetteket. És tulajdonképpen arról van szó, hogy a legelesettebbek ma, hogyha ezt átgondoljuk alaposan, akkor látnunk kell, hogy az, amit csinálunk ma körülöttünk a gazdaságban és a társadalomban, ennek a legelesettebbjei, a leginkább kárvalottjai a jövő nemzedék. És a jövő nemzedéket senki nem tudja megvédeni, és most azt tüntetjük meg, hogy a jövő nemzedékek lelkiismeretét jelentő, lelkiismeretét megszólaltató ombudsmani rendszernek a hatáskörét is csorbítjuk. De hogyha jövünk ebben, hogy akkor ki a következő legelesettebb ugye, a tevékenységünk eredményeként, akkor bizony ott látjuk a kisebbségeket és a mély szegénységben élőket. Tehát ezért is ez egy fontos szempont és rendszerbeli eltérés. Ugyanakkor az ombudsman maga, az pedig a kormány által kinevezve, ugye, hogy a törvényre is azért hivatkozzak néha, az ombudsman, az alapjogok, az alapvető jogok biztosa, ő pedig ugye a kormány által kinevezve, ő ezt a kormány felelősségét megjelentetve, ő a gazdasági fejlődés irányába kell, hogy hason. De ezek a folyamatok azért, mert a jelenlegi folyamatok tehát nem abban az irányban mennek, mely figyelembe veszi ezeket a társadalmi és gazdasági folyamatokat. Ma délelőtt az akadémián volt egy konferencia, a Nemzeti Fenntartató Fejlődés Tanácsa volt a társszerzője, társrendezője ennek a konferenciának, és ott az egyik akadémikus úr a International Council for Science-ra hivatkozva mondta, hogy tulajdonképpen a probléma az, hogy az emberiség mai szükségleteit összhangba kell hozni a természet teljesítő képességével. És látszik, hogy ez a kettő dolog az, ami egymással gyakorlatilag szemben áll. Tehát ugyanazon a rendszeren belül, ugyanolyan hatáskörökkel, illetve egy rendszeren belül ez az ellentét ez nem oldható fel. Nézzük, hogy hol sérül ez az alapelv ma. Ott, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági berendezkedésünk az gyakorlatilag egy nagy pilótajáték. Úgy is mondhatnám, hogy mesztelen a király. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy ez a gazdasági társadalmi berendezkedés és folyamatok és az EU-nak az összes igyekezete és a kormányaink összes igyekezete, hogy majd a gazdasági növekedéssel megoldjuk a problémáinkat, nos ez egy pilótajáték. És ennek a pilótajátéknak vannak súlyos kárvallottjai. Ugye a pilóta játékot, miért hozom be ezt a hasonlatot? Mert a pilóta játéknak az a tulajdonsága, hogy vannak a kedvezményezettek, akik ügyesen, jókor, jó helyen vannak, és őnekik jut ebből a pilóta játékból, által ígért javakból, viszont a végén hoppon maradnak azok, akik csak a becsapottjai ennek. Nos, tehát ebben az értelemben ez a gazdaság, amelyik a növekedésre épül, és a társadalom jól létét nem veszi figyelembe, ez ebben az értelemben nagy pilóta játék, és ugye, hogy mesztelen a király, ez is teljesen érvényes erre. Most az, hogy valaki azt mondja egy azonos rendszerben, hogy de azoknak az érdekeidre vigyáz, akik tapsolnak a királynak, hogy milyen szép a ruhája, ugye, hogyha őneki kell vigyázni arra is, hogy az a kisfiú mit mond, aki azt mondja, hogy de hát mesztelen a király, ugye ezek az érdekek nem lehet ugyanaz a személy. Ez teljesen világos. De ennek a látámasztására, és itt ez a szellemi kalannak a részeként szánom ezt, hogy hol lehet az a szint, ahol egyet kell, hogy értsünk. Egyet kell, hogy értsünk abban, hogy a jövő nemzedék ombudsman szerepe, a kisebbségi ombudsman szerepe, az más, mint az egyéb emberi jogokat őrző ombudsmané. És ez pedig a termodinamika törvényéhez kell lenyúlnunk. Ugye a termodinamikából látjuk azt, hogy,
hogy a folyamatok azok mindig az entrópia irányába, tehát a leépülés irányába hatnak. És az ember, az élet az, amelyik viszont a negentrópia, ugye Szent Györgyi elnevezése után szabadon, a negentrópia az pedig ezzel próbál a leépülés folyamatával ellentétesen megfogalmazni kérdéseket. Hogy ez emlékeztesse magunkat a középiskolai, vagy talán általános iskolai tanulmányunkra, ugye egy egyszerű tápláléklánc hogy néz ki az entrópia szempontjából. Egy ember elfogyaszt naponta egy darab pisztrángot, ez egy közönséges tápláléklánc. Egy darab pisztrángot elfogyaszt naponta egy darab békát, ez az egy darab béka naponta elfogyaszt egy darab szöcskét. És ennek a szöcskének négy deka zöldre van szüksége ahhoz, hogy fenntartsa magát, és hogy táplálékot szolgálhasson a békának. Ha most ezt beszorozzák, tehát beszorozzuk ugye a 365 pisztránk, 365 béka, nem sorolom, akkor a végén az jön ki, hogy egy embernek ahhoz, hogy napi egy darab pisztrángunk meglegyen, 2000 tonna zöld biomasszára van szükség. Ezt azért hozom ide, mert ezt utána lehet számolni, de hogy ezek olyan alapvető törvényszerűségek, amelyeknek a figyelemmel kellene néha lennünk, amikor a törvényeinket is megalkotjuk, hogy ezeket a rendszereket nem tudjuk áthágni. Most jön a hasonlat, ugye? A gazdasági rendszer, tehát azok, akik az ombudsman intézményét fenntartható gazdasági növekedés keretében akarják megőrizni, azok a piacképes, a versenyképes gazdaságban hisznek. És ez a versenyképes gazdaság az ugye úgy tud elvonni erőforrásokat másoktól, hogy több pisztrángja legyen, hogy több pisztráng jusson neki, hogy a technológia fejlesztésével a technológiát fejleszti, de gyakorlatilag a technológia fejlesztés az nem más, mint további erőforrásokat vonunk el a környezetünktől. Tehát ezért ez nem tartható fenn. Tehát a fenntartható gazdasági növekedés, ez egy abszurdum, és ugye a jövő nemzedék ombudsman és a kisebbségi ombudsman ennek a rendszernek, ennek a rossz rendszernek, ennek a pilóta játéknak, a kárvallottjainak a szempontjai érdekeire akarja felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy sikerült-e egy ilyen rövid felszólalásba érzékeltetni a dolog abszurditását. És akkor ezt fordítsuk le majd törvényekre és módosításokra. Én magam körülbelül 1,5 tucattal beadtam, tehát az, hogy itt most elvont az, amivel próbálok érvelni, ez lényegében szeretném őket meggyőzni, megnyerni annak, hogy érdemben vizsgálják meg a módosítóinkat, mert azok ebben az irányban hatnak, és ezeket a rendszereket próbálják figyelembe venni. Az alaptörvényben, amikor azt fogadtuk el és azt tárgyaltuk, akkor én nagyon módosítottam be, mindenütt felszólaltam, mindent megragadtam, amikor az előkészítés, amikor a végső volt, az általános vita, a részletes vita, hogy azt mondjam, hogy nézzük meg ennek a mondatnak az abszurditását, ami a preambulumban van, és ezt fel kell olvasnom. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Az alaptörvényben leírtunk egy ilyen szégyenletes mondatot. Én szégyelni fogom magam a még meg nem született unokáim, ükunokáim előtt, hogy azt mondjuk, hogy bízunk abban, hogy a gyerekeink és unokáink fogják tehetségükkel és kitartásukkal ismét naggyá tenni hazánkat, Magyarországot. Ezzel mi azt mondjuk, hogy mi merünk kicsik lenni. Nos, tehát egy ilyen alaptörvény mellé, egy ilyen ombudsmani rendszerről szóló törvényt még el fogunk fogadni, akkor én azt hiszem, hogy van lesz pironkodni valónk a jövő nemzedékek előtt, és nem fogjuk tudni megvédeni a szempontjainkat, érdekeinket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! 2 perces hozzászólásra Siffer András képviselő úrnak, frakcióvezetőnek adok szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Én tulajdonképpen Bödecs és Varga Géza képviselőtársaimhoz szeretnék kapcsolni. Az egyik igazából egy kérdésem lenne államtitkár úrhoz, hogy azt el tudja mondani, hogy hány országgyűlési biztosi jelentés vár ma arra, hogy az országgyűlés megtárgyalja ezeket. Mert elég sok. Elég sok, államtitkár úr, és meglehetősen furcsa, hogy önök úgy ugornak neki az egész rendszer átalakításának, hogy az országgyűlés nem tárgyalja meg ezeket a jelentéseket, és majd egyszer csak, majd akkor fog tárgyalni ezeknek a biztosoknak a jelentéséről, amikor a Nemzeti Együttműködés úthengere a jelenlegi ombudsman úr asszisztálásával beszántotta ezeket a külön biztosokat. Szégyen, gyalázat. Én azt gondolom, hogy a normális parlamentáris eljárás az lenne,
hogy ezeket a jelentéseket az országgyűlés megtárgyalja, és ezeknek a konzekvenciáit levonja. Varga Géza képviselőtársamhoz meg annyiban szeretnék kapcsolódni, hogy hát azért az valóban meglehetősen hajmeresztő, hogy az ombudsman törvény vitája kapcsán, illetve az ombudsmani rendszer vitája kapcsán az egy érv, hogy a gazdasági fejlődést, növekedést, versenyképességet, én nem tudom micsodát, hogyan szolgálja leginkább az ombudsmani rendszer. Miről beszélünk? Én azt gondolom, hogy a gazdasági növekedés az nem egy öncél. Amit itt az országgyűlésnek a szem előtt kéne tartania, az az, hogy a Magyarországon élő emberek életminőségét hogyan lehetne jobbá tenni, és ebben van felelőssége az ombudsmani rendszer, illetve ebben lehet szerepe az ombudsmani rendszernek, lehet szerepe az ombudsmani rendszernek akkor, hogyha érzékenyebb, érzékenyíti az országgyűlés ezt az ellenőrző szervét arra, hogy a hangtalanul maradó jogsértéseket, akár beteg emberekről van szó, akár rendőri jogsértésekről van szó, ezeket az ellenőrző csápokat felerősíti. Szó nincs itt gazdasági növekedésről, államtitkár úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most rendes felszólalásra Rendvai Ildikó képviselő asszonynak adok szót az MSZP képviselőcsoportból. Köszönöm a szót. Tisztelt alelnök úr, tisztelt ház. Hangsúlyozottan nem jogi szempontból szeretném megközelíteni a törvényjavaslatot, inkább olyan szempontból, milyen hatással lehet az intézmény társadalmi megítélésére az a változás, amit most a javaslat indítványoz. Úgy érzem, fontos ez a szempont, mert az ombudsman intézménye a rendszerváltás óta eltelt időszaknak nem csak konkrét, hanem szimbolikus jogintézményévé is vált. Kifejezte azt, hogy olyan típusú politikai rendszer igyekszik berendezkedni, ami az emberi jogokra különleges figyelmet mutat és különleges érzékenységet tanúsít. Éppen ezért igaz az, hogy az Európai Unió országaiban számos olyan példát lehet kimutatni, amely többé-kevésbé akár meg is felel a kezdeményezett változásoknak, vagy ha úgy tetszik, még kevésbé tagolt és szofisztikált módon biztosítja ombudsmani intézményrendszer keretén belül a jogok védelmét. Igaz. És lehet, hogy európai oldalról nem lehet belekötni, bár hallottunk már néhány ezzel ellentétes véleményt is. De még ha így is lenne, azt hiszem, hogy a magyar állampolgár szempontjából azt lenne érdemes elsősorban megvizsgálni, hogy visszalépés-e az emberi jogok védelme szempontjából a most javasolt intézményi változás, vagy előrelépés. Mi hangsúlyozottan úgy látjuk, hogy bizony visszalépés. Ezt a fajta szempontot, a jogi szempontot fölülíró, vagy legalábbis hasonló jelentőségű társadalmi szempontot három tényező is igazolja. Egyrészt minnyáján tudjuk, hogy a különböző intézmények tekintélyét vizsgáló közvéleménykutatások egyaránt arra az eredményre jutottak, hogy az ombudsmani intézmény igen magasan áll a pozitívan értékelt garanciális jogintézmények sorában. Meg kell jegyeznem, sokkal magasabban, mint ahogy mi így együtt politikai pártok, vagy akár mint a parlament intézménye áll. Éppen ezért borzasztó nagy érzékenységgel kellene ehhez a nagy közmegbecsülésnek örvendő intézményhez nyúlni. A másik dolog, ami miatt érdemes a társadalmi hatásokra és a megítélésre is tekintettel lenni, az az, hogy éppen pár hónappal ezelőtt szűkült egy másik, hasonlóan magas értékelésű helyet elfoglaló intézmény, az Alkotmánybíróság jogköre, és szűkült az állampolgárok számára azoknak az ügyeknek a köre is, amelyben az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak. Természetesen nem akarom az ombudsmani intézmény és az Alkotmánybíróság illetékességét összekeverni, mert alapvetően különböző dolgokról van szó. Az azonban mindenképpen igaz, hogy a két legmagasabb presztízsű és az állampolgárok által legjobban megítélt intézménynél külön óvatosság igényel, sajnos úgy kell mondanom, igényelt volna, hogy mit teszünk ezeknek az intézményeknek a működésével és jogkörével. Végül a harmadik fontos szempont, ami miatt a társadalmi megítélést most különös érzékenységgel kellene latolgatni és megfigyelni, az olyan, amiben valószínűleg nem értünk egyet a patkó két oldalán. Én mégis mondom a saját véleményemet és a saját véleményünket. Számos olyan törvény és intézkedés történt már, ami az állampolgárok jogbiztonságát csökkentette, hogy más nem mondjak, a visszamenőleges hatályú törvények szokásának eluralkodósával. Ilyen körülmények között
úgy kéne bánnunk az ombudsmani jogintézménnyel, mint a hímes tojással. Mint egy nagyon értékes hímes tojással. Ez a törvényjavaslat azonban sajnos nem úgy bánik vele. Minden önmagában elfogadható és végiggondolt rész intézkedése ellenére azt lehet mondani, hogy három fontos tekintetben is korlátozza azokat a lehetőségeket, amire ez az intézmény korábbi felállásával eddig jó volt. És én elhiszem, tudom is, lehetett hallani ilyen szűkebb közéleti körben, hogy lehettek feszültségek az ombudsmani intézménykör személyeinek és reszortjainak munkamegosztásával és együttműködésével kapcsolatban. Azt kell mondanom, hogy lehetett erről tudni egy szűkebb körben, de az intézmény tekintélyét ez mindeddig nem veszélyeztette, nem hallatszotta ki ezek a konfliktusok. Most viszont attól tartok, hogy lehet, hogy a konfliktusok nem hallatszanak majd ki, hogy ezek egy részét sikerül valamilyen hierarchiába állítással orvosolni, de azért nem fog kihallatszani, mert kevesebb érdekessége és kevesebb értéke lesz az egész intézménynek. Legalább három tekintetben tudnélik meglátásunk szerint korlátozódik az intézményrendszernek az a lehetősége, ami eddig megvolt, és amit az állampolgárok hallatlanul nagyra értékeltek és megbecsültek. Az első az közismert, korlátozódik az intézményrendszer által vizsgálható területek mennyisége, azáltal, hogy az adatvédelem máshova kerül. Ez nem egyszerűen egy resort ide vagy oda helyezése. Az, ahova az adatvédelem különösen fontos és fölértékelődő területe kerül, az noha autonóm hatóságnak neveztetik, de mégiscsak kisebb autonómiával bír, vezetőjét miniszterelnöki jelölésre nevezik ki, és így tovább, mint ahogy a biztosok intézménye eddig a saját függetlenségét garantálni tudta, és nyilvánvalóvá is tudta tenni az állampolgárok számára. Márpedig az adatvédelem a világban és Magyarországon egyre növekvő jelentőségére számos példa van. Azt lehet mondani, hogy ez egy olyan újfajta társadalmi érzékenység, ami nem kisebb, hanem nagyobb figyelmet, nem kevesebb, hanem több garanciát igényelne. És nem sorolom az elmúlt időszak példáit, mások már megtették a hódmezővásárhelyi szégyenlistától a már itt szóba hozott szociális népszavazásig, ami azt mutatja, hogy még ha csak rossz látszatok is vannak, ebben a két esetben szerintem nem csak látszatokról volt szó, akkor is külön oda kell figyelni, hogy minden állampolgár meggyőződése legyen, az államtól, a kormánytól pontosabban független intézmény vizsgálhatja az adatvédelem területén fölmerülhető sérelmeket. Ez tehát már egy korlátozás. A második korlátozásról bőségesen beszélt Steiner Pál kollégám is, és más hozzászólók is. A helyettesek jogkörének korlátozása az nyilván az intézményrendszer lehetőségeinek korlátozását is jelenti. A felsoroltak közül akár abban, hogy a helyetteseknek nincs önálló eljárás indítására joguk, hogy nincs önálló tájékozódási lehetőségük, és így tovább, és így tovább. Talán nem véletlen, hogy nem csak az ellenzék észrevételezte ezt, nem akarok visszaélni valakinek a véleményével és lejáratni őt saját frakciója előtt, de hát fideszes kolléganőt hallottunk arról, hogy legalábbis a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés szempontjából ezek a korlátozások még ott is vitát keltenek, még ott sem egészen elfogadhatóak. De számomra, mint laikus állampolgár számára, a legfontosabb a harmadik korlátozás, amikor az állampolgárok mozgástere, odafordulási lehetősége legalábbis korlátozottabb a kelleténél, nem föltétlenül a múltra utalok, hanem a lehetőségekre. Ez a legnagyobb baj. Ilyen szempontból nehezen védhetőnek érzem a törvénynek azt a paragrafusát, ami szerint az fordulhat ehhez az intézményhez, akit személyében sértett vagy jogát veszélyezteti valamilyen intézkedés, rendelkezés vagy történet. Fölhívom minnyájunk figyelmét, hogy 1-2-3 évvel ezelőtt nagyon komoly vitát váltott ki, hogy például a bíróságok nem hozhattak ítéletet egy kisebbség jogainak megsértése esetén, hogyha a hozzájuk forduló nem tudta kimutatni, hogy a sértés név szerint, személy szerint, utca, házszám, lakcím szerint rá is vonatkozik. Nagyon sokat kínlódott akkor a magyar joggyakorlat, hogy ezen valamiképpen segítsen. Nem kéne ezt a korlátozottságot vagy hibát most az ombudsmani intézmény és megismételni, és azt mondani, hogy csak az fordulhat oda, akit személyében sértettek, vagy legalábbis személyében veszélyeztetnek.
Annál is inkább, mert hiszen ezt Steiner Páltól tanultam, az ombudsmani intézmény úgy igaziból és leegyszerűsítve, laikusok számára is érthetővé téve, arra való, hogy amit a jog és az igazságszolgáltatás a maga eszközeivel nem tud kezelni, annak kezelésére, megnyugtató kezelésére mégiscsak legyen egy intézmény. Az odafordulásnak ez a szűkítése, ez szerintem épp ezt a megnyugtató, az igazságszolgáltatásnál tágabb, érzékenyebb és rugalmasabb kezelésmódot teszi nehezebbé. Önmagában a jövő nemzedékének érdekei szempontjából meg külön képtelenség ez a mondat. Hát hogy fordulhatna a jövő nemzedékének egy tagja személyes érdekei sértettsége vagy veszélyeztetettsége miatt? Én ilyet egyedül Materlin Kékmadarába olvastam, hogy ott a jövő nemzedék egy meg nem született gyerek még beleszól a történésekbe. Azért a magyar joggyakorlatban és közéletben ennek nem igen találhatjuk példáját, már csak emiatt az abszurditás miatt, nem csak az előbb említett ok miatt is, mindenképpen változtatni kellene ezen a paragrafuson. De az állampolgár, az oda bizalommal fordulni akaró állampolgár jogait az is korlátozza, hogy a kivételek között, ahol vizsgálat nem folytatható, ott van az ügyészség is. Mindnyájan tudjuk, hogy a nyomozati tevékenység végzése az egyik legérzékenyebb terület az emberi jogok szempontjából. Hát mi érzékeny, ha nem ez? És azt is tudjuk ugyanakkor, hogy az ügyészség törvény erejénél fogva végez, és végezhet nyomozati tevékenységet. Van olyan eset, amikor, ha jól értesültem róla jogászoktól, csak ő folytathatja, és bizony más esetekben is magához vonhatja, én úgy látom, hogy bővülő számban ezt a jogkört. Ha a nyomozati tevékenység végzői közül az egyiket, legalább eme funkciójában kivonjuk az ombudsmani eljárások hatásköre alól, akkor súlyos állampolgári jog sérül. És ami mindennél nagyobb, sérül az állampolgári bizalom egy olyan intézményben, ahogy nem győztem hangsúlyozni, amelyet eddig nagy bizalom vette körül. Azt szokták mondani, hogyha valakinek migrénye van, nem az az eljárás, hogy levágjuk a fejét. Én elhiszem, hogy voltak hatásköri rendezetlenségek az ombudsmani jogintézménynél. De könyörgöm, ne azt a megoldást válasszuk, hogy a migrén egyszerű eszközökkel, kisebb gyógyszerekkel való gyógyítása helyett most csonkítást, most valamilyen fontos jogától, idézőjelben testrészétől való megfosztást alkalmazzuk a gyógymódként. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselőasszony. 2 perces hozzászólásra Jávor Benedek képviselő úr, 2 szót, parancsoljon képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, csak még egy szempontra szeretném felhívni a figyelmet, kapcsolódva Lendva Illikó képviselőtársamhoz, aki a társadalmi bizalomról, az állampolgárok bizalmáról beszélt. Mielőtt 2007-ben az országgyűlés megalkotta azt a törvénymódosítást, amely létrehozta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, az általános biztos előtte is jogosult volt környezetvédelmi ügyekben eljárni. Ezt az akkori általános biztos Lenkovics Barnabás egyébként személy szerint egy fontos szempontnak tartotta, és ő ezekben az ügyekben lelkiismeretesen eljárt. Emlékezzünk a kecskeméti malomcenternek az ügyében, ahol egy nagyon jó állásfoglalást adott ki. Mégis egyszerűen az, hogy nem volt olyan ombudsman, olyan országgyűlési biztos, akihez az állampolgárok tudottan környezeti ügyekkel fordulhattak volna, ez a helyzet azt idézte elő, hogy viszonylag csekély arányban éltek ezzel a lehetőséggel. És az új ombudsman belépésével a rendszerben a sokszorosára nőtt azon panaszoknak a száma, amelyek a környezethez, egészséges környezethez való joggal kapcsolatosan a jövő nemzedékek országgyűlési biztosai irodájához benyújtásra kerültek. Tehát egész egyszerűen az állampolgárok egy olyan ombudsmanhoz, amelyik nevesítetten ilyen típusú ügyekkel foglalkozik, sokkal szívesebben, sokkal nagyobb előszeretettel fordulnak, mint egy felkérve érzik magukat, hogy a jogorvosatnak ezzel a formájával élnek. Az általános biztos esetében, még ha az általános biztos egyébként a legjobb szándékkal is jár el, nehezebben jut eszükbe, ritkábban élnek ezzel a lehetőséggel. Tehát az egészséges környezethez való jog érvényesítésében ezen a ponton is az önálló biztos, vagy legalábbis az önálló eljárási joggal önálló hivatalra rendelkező nevesített biztos mindenképpen hatékonyabban tud eljárni, mint az általános biztos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Szili Katalin képviselőasszonynak adok szót, rendes felszólalásra. Parancsoljon, elnök asszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, államtitkár úr.
törvényhez történő hozzászólásom elején két momentumra hadd emlékeztessem önöket. Egyrészt 2007. novemberére, amikor parlamenti pártok valamennyie támogatta azt az indítványt, hogy hozzunk létre egy új ombudsmani pozíciót, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a pozícióját. Tisztelt képviselőtársaim, ez nem összességében csak és kizárólag egy posztnak a létrehozása volt, hanem ez jelezte azt is, hogy parlament pártjai túlléptek a saját árnyékukon, és ahogy szokták volt mondani, mint egy kubista festő, nem csak a kockának a látható három oldalát, hanem a láthatatlan oldalait is próbálták maguk elé képzelni, amikor elősegítették azt, hogy egy új rendszerben is gondolkodjunk, mégpedig egy olyan rendszerben, ahol a gazdasági, társadalompolitika és az ökológiai kérdések rendszerszerű közelítését tesszük lehetővé. Azt kell, hogy mondjam, parlamenti pártok valamennyi támogatásával egy óriási előrelépésnek tekintettük ezt, amit követett aztán a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Tanácsának a létrehozása, ami egyrészről segítette a távlatos gondolkodást is, ugyanakkor beépítette azt a garanciális rendszert, ami valóban az egyébként természeti, környezeti értékeink, amelyek mindannyian tudjuk, hogy romlanak, ezeknek a megakadályozását, illetőleg az értékek megőrzését segítették. Tisztelt képviselőtársaim, emlékükbe idéznék még egy momentumot, ami viszont a távolabbi múltra mutat vissza, ez pedig az alaptörvény vitája. Annak az alaptörvénynek a vitája, amiben egy fontos értékként kezelték kormányzó párti képviselőtársaim is azt, hogy valóban kerüljön be az alaptörvénybe a jövő nemzedékek érdekeinek a képviselete, a számukra a természet és a környezeti értékek megőrzésének a kérdése, ami aztán bekerült a P pontjába az alaptörvénynek, és ehhez járult még egy momentum, mégpedig létrehozta az alapjogi vagy alapjogi biztosnak az intézményét, és két olyan helyettest nevesített, aminek a pozíciónak a létrehozása egyrészről az önálló legitimációt biztosította, másrészről pedig a dedikált feladatokat. Képviselőtársaim, ehhez képest itt van előttünk egy törvényjavaslat, ami nem csak azt fogalmazná meg, hogy visszalépés 2008-hoz képest is, vagy 2007-hez képest is, hanem egyszerűen ellentmond annak, amit önök a 2012. január 1-től hatályba lépő alaptörvényben megfogalmaztak. Tisztelt képviselőtársaim, nyilván felmerül két kérdés. Az egyik, hogy ezt a törvényt kívánják-e hozzáigazítani az alaptörvényhez, vagy pedig, amire ugye én magam is figyelmeztettem önöket az alaptörvény vitájába, az alaptörvényt kell még mielőtt hatályba lépne módosítani, ahhoz, hogy ezek koherens egységet mutassanak, és akkor még ezen a szemponton kívül nem is szóltam arról a kérdésről, ami nyilvánvalóan nem csak a 2007-es törvényünkhöz, illetőleg az alaptörvényhez viszonyítva jelent visszalépést, hanem egyszerűen abban is, hogy a törvény a tevékenység tartalmát a jövő nemzedékek ombudsmanja tekintetében egyszerűen a figyelemmel, kíséréssel határozza meg, ami azért is visszalépés, mert egészen más jelent, mint a védelem, ami egyébként tovább is mutat az alapjogok védelménél, hiszen érdekvédelmet is ellát ebben a tekintetben a jövő nemzedékek ombudsmanja, így ezzel gyakorlatilag az intézményes védelem szenved csorbát. Ha ezen fogalmazhatnék úgy, hogy túlmutatóan is megnézzük a szervezeti hátteret, szervezeti hátter tekintetében mindenképpen egy részről megállapíthatjuk, hogy az alaptörvénynek ellentmond, ugyanakkor elveszíti teljes egészében az önállóságát a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának az intézménye. És hát ha áttekintjük azt, ami a jogi eszközöket jelenti, ez gyakorlatilag képviselőtársaim kiüresedett. Tisztelt képviselőtársaim, szeretnék visszatérni
ahhoz a szemlélethez, amit 2007-ben mi magunk, a parlament pártjait felmutattunk, abban a tekintetben, ami nem csak a jelen érdekeinek a kérdéseit és értékeinek a megóvását jelenti, hanem a távlatos gondolkodást is, és a jövő nemzedékek érdekeinek, értékeinek a képviseletét is. Tisztelt képviselőtársaim, nem lennék igazságos, ha nem szólnék a másik kérdésről, ami viszont a nemzeti kisebbségek ombudsmanjára, országgyűlési biztosára vonatkozik. Ebben is ugyancsak figyelmeztetnem kell önöket arra, ami az alaptörvény vitáját jelentette, hiszen ott már én magam is a vitában megfogalmaztam, hogy a nemzetiségek nemzeti